Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi vár ránk december hónapban? Ezt nézzük meg ennél a jóslásnál. Mielőtt elkezdeném ezt a jóslást, szeretném az Oraculum in Anum jóslásomat elmondani vagy elmagyarázni, hogy miről van szó ennél a jóslásnál, Oraculum in Anum. Ez egy évi jóslás, vagy januártól decemberig, de ezt a jóslást minden időpontban megrendelhetitek, mert azt nézzük meg, hogy mi következik a következő 12 hónapban. Ez is egy évi jóslás. De mivel most közeledünk decemberhez, év végéhez, természetesen ajánlom ezt nektek, ezt az Oraculum in Anum jóslást. Ugyanúgy lesz felépítve, mint ahogy ezt a havi jóslást mutatom, de ennél az évi jóslásnál nem csak egy hónapot tekintünk meg, hanem 12 hónapot, tehát az egész évet, hogy mi történik, mi vár rátok. A díjam 50 euró, én most átszámítottam ezt forintba, az 18 ezer forint lenne, és most visszatérek ehhez az aktuális jósláshoz, egy általános jóslás, mi történik december hónapban. Az első kártya mutatja az erőnket. Ez jelentheti a belső erőt is, hogy hiszünk abban, hogy jóra fordulnak a dolgok. És ahogy a második kártya mutatja is, egy új irányba tekintünk. Kezünkbe vesszük a dolgokat. Itt a tűz eleméről van szó, az mutatja a bátorságunkat, vagy a lelkesedést. Kell egy új tekintet, kell egy új lehetőség, egy új irány, ami lelkesíteni tud bennünket, ami számunkra örömet okoz. Az lehet, hogy mások adnak nekünk erőt, mások mutatják ezt a kiutat, de mi saját magunk vesszük kezünkbe a dolgokat, ugyanúgy, ahogy a hármas kártya is mutatja. Ez a miénk, ez a bot, és ez mutatja a tűz elemét, a lelkesedést. Erre most szükségünk van, mert ez a kiút, de valaki, vagy valami el akarja ezt rabolni tőlünk. Erre utal a négyes számú kártya. Ez egy tolvaj. Valaki el akar venni tőlünk valamit. Ez félelmeket vált ki belőlünk. Ez nem biztos, hogy pénzügyi ügyekre utal. Ez lehet a mi energiánk, ez lehet a mi időnk is, valaki rabolja ezt tőlünk. De legyünk bátrak, mondjunk nemet. Ez a tűz eleme, ami a kettes és a hármas kártyánál látható is. És így maradunk a mi saját erőnkben, arra utal az egyes kép. De kapunk segítséget. Ezt mutatja az ötös kártya, egy király áll ott. Ez a király uralkodik a levegő eleme felett. Az mutatja könnyűséget, uttal a döntésekre és a kommunikációra is. Ez segít nekünk. Ez a király tartja a kezében a kardot, és ennek a kardnak is van egy szimbolikus jelentése, mégpedig elvágja a félelmeket, ugyanúgy, ahogy Mihály őrangyal az ő fényes égi kardjával felszabadít bennünket a félelmektől. És ha én most visszatérek a négyes kártyához,
ahol ez a tolvaj látható. Ez jelenthet valami jót is, mégpedig azt, hogy eltűnik a félelem, mert az ötös számú kártya ez a király a kardjával elvágja a félelmeket. Így lehet ennek a tolvajnak egy jó jelentése. A hatos számú kártya azt mutatja, hogy mit kell, hogy tanuljunk december hónapban, vagy mire kell, hogy ügyeljünk. Vegyük kezünkbe az anyagi dolgokat. Ne költekezzünk túl sokat. Azon kívül ez az arany érem mutatja az értékeket, a belső értékeket is. Álljunk meg egy pillanatra, és gondolkozzunk el azon, mi vagy ki értékes számunkra. Az legyen ott a közelünkben, és az, ami értéktelen, az, ami félelmeket vált ki nálunk, attól búcsúzzunk el. A következő kártya ott alul mutat egy üzenetet, egy lelki üzenetet számunkra, és oda kell, hogy figyeljünk, mert ennek van egy hatása december hónapban. A lelki üzenet. Figyelj oda a te saját sárkányodra, és kedveld. Ez az energiamező a valóság, és így fog nyílni egy új lehetőség, egy új út számodra. Ez volt az üzenet, lehet, hogy kicsit furcsáljátok azt, hogy itt a sárkány jelenik meg, de ez utal a kármikus témákra. A horoszkópban van egy lefele mozgó holdcsomó, kétú, az a sárkánynak a farka, az utal a múltra, mind arra, amit eddig átéltünk. És egy kiút, egy új lehetőség, az a felfele mozgó hold csomó vagy ráhú, az a sárkánynak a feje. Tehát itt kármikus témákról van szó, mi most benne vagyunk egy ilyen transformációban. Volt is egy ilyen kármikus fordulat, szeptember végén, október elején erről is készítettem egy videót. A lefele mozgó hold csomó az indiai számítás szerint most a Szkorpión jegyében van, ott érzelmekről van szó, megújulásokról, transformációkról. 2022. márciusáig hat ránk, és a sárkánynak a feje, a felfele mozgó hold csomó ráhú, 2022. márciusáig a bika jegyében van. Itt anyagiakról, értékekről van szó, de arról is a természetet észrevenni, csodálni, a belső nyugalmunkat megtartani és tanulni valamit, élvezni az életet. Ez nem megy máról hónapra, különösen ebben a politikai és gazdasági helyzetben nem könnyű jelen pillanatban, de van rá idő, és ez lesz ez a fordulat, és mi elérjük 2022-ig, hogy minden megnyugszik, és élvezni tudjuk az életet, szép lesz körülöttünk minden. Ebben hiszek én, és higgyetek ti is ebben, mert van isteni segítség. Összefoglalnám, hogy mi várható december hónapban. Vannak kármikus témák. Mi érezzük azt, hogy minden változik. Ezek megújulások, és van kiút. Kell, hogy bízzunk a saját erőnkben, de valaki gyengít bennünket. Vannak félelmek, de át kell tenni magunkat a félelmeken. Lesz segítség, lesz egy jó hír, lesz egy új irány, egy új lehetőség, ami lelkesíteni fog bennünket. Vegyük kézbe a dolgokat, ügyeljünk az anyagiakra, kicsit spóroljunk,
mert nehéz időket állunk át, de lesz jobbulás, lesz egy anyagi jólét, élvezni fogjuk az életet. Ez nem decemberben fog bekövetkezni, hanem később. Ez eltarthat 2022 tavaszáig, de az irány az, ami jó, és ebben kell, hogy bízzunk. Azon kívül ügyeljünk az értékekre, a mi saját értékeinkre is. Ez jelenti a belső értékeket. És értékeljünk másokat a tudásuk miatt, a tehetségük miatt, a bátorságuk miatt. Ők is ezt megérdemelték, ugyanúgy, mint ti is. Tartsuk meg az értékeket, becsüljük meg a hagyományainkat. És ez volt a december havi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!